Szervusztok, sziasztok! M3 Autópark Kft. Koncertóval az élen, aki elhagyta a nadrágját, és majd most együtt megkeressük, mert valahol ő állítása szerint itt van a Fiat 500-asunkban, a legújabb kis autónkban, úgyhogy körbe is járjuk rendesen a kocsit és kitukatjuk. Van neki alufelnie, nagyon szép, gyári alufelné, Bridgestone gumikkal, körbe a karosszéria is teljesen szép, jó állapotú. Ugye ez egy ilyen napfénytetős kivitel, tehát van egy ilyen nagy üvegtetőnk is. Ezen kívül, amit még láthatunk, hogy hátul vannak szenzorok, tehát tolatóradaros is ez a járgány. Itt mutatom. Jobb oldala így néz ki, hogyha a képeken nem láttuk volna rendesen, tehát rendben van a járgány mindenhol. És bele is tudunk nézni rögtön a csomagtartójába. Azt mondja, hogy így néz ki a csomagtartó ajtónk. Ennek a szőnyegjei, és itt mese habbal, tehát hogyha defektet kapunk, akkor ezzel a habos készlettel tudjuk javítani. Aztán mit mutat még nekünk koncertó? Hát persze, természetesen az autónak a belsejét. Mindenképp oda is érdemes benéznünk. Az ajtókárpit is gyönyörű, mintha nem is ültek volna a járgányban. Nagyon szépek az ülések is, teljesen dohányzásmentes. Ugye a légzsákokat találunk oldalt, és még találunk itt úgynevezett térd légzsákot is, az is itt megtalálható a kormányoszlop alatt, amit egyébként itt állítunk ezzel a karral. Az autó az bőrkormányos, mindenféle funkciókkal, tehát ilyen multikormányos kivitelünk. Szép kerek műszerfalunk van, ott egységesen mutat mindent. Ugye majd látni fogjuk, mert rögtön be is indítom. Az autónak van City szervója, van légkondija, ami működik, és megvan neki a szerviz könyve is. Azt is vezetgették rendesen. Íme. Gyári kulcsai is megvannak mind a kettő. Itt lógnak, és már indítjuk is az autót. Mindösszesen 105 000 kilométer. Nyitva a csomagtartónk, azt jelzi, egyébként teljesen hibakódmentes. Ugye középen mutatja nekünk a kilométerórállást és a dátumot, illetve az órapercet is így digitálisan jelzi. Üzemanyagot is és a vízhőmérsékletet is így körbejárja az a kijelző. Ugye a fordulatszámmérő az a bentebbi és a kilométer óra pedig a kintebbi fehér számlapon látható. No ég! Concerto nagyon magyaráz valamit. Hát igen, ő egy automataváltós autó, és ezt felfedezte Peti is, úgyhogy itt ül rajta ezen a szép váltókaron, amit nagyon sokféle funkcióval lehet kezelni, és ritka kivitel nagyon, hogy ebbe a kis 500-asba automata legyen, tehát egy igazi városi automata autó, ugye az elektromos ablakok azok itt működnek neki. Hol találjuk meg még Terit is, mert ő is valahol itt van. Biztos ő is mutat nekünk még valamit. Méghozzá azt mutatja, hogy egyszer jön majd tél, és ő meg szeretné mutatni, hogy ez az autóhoz vannak bizony még téli kerekek is, azok is lemezfelnire szerelve, és mind a négy darabunk itt megvan. Ide helyezték hátra. Úgyhogy ezzel sem kell majd foglalkoznunk. Na még hol lehet vajon Concertónak a nadrágja? Hát, ha elhúzzuk ezt a napfénytetőt, talán megtaláljuk. Aha, ott van! Úgyhogy én már ki is szúrtam. Ide rejtette el, és majd nem sokára vissza is adjuk rá. Így tudjuk ezt lezárni, ezt a napfénytetőnket, de egyébként kinyitva nagy fényt ad, és nagy világosságot, úgyhogy ez is egy nagyon hasznos extra. Belekukkantanánk még a motortérbe is, mert most ugye szép csendesen jár. Világítanak ezek a kis lámpácskái is itt elől. És megnézhetjük, hogy mit találunk benne. Egy döngicsélő kis motort, és azt látjuk, hogy még vezérlést is cseréltek is egyszer rajta. Légkondi természetesen működik, és már akkumulátor is újat kapott, ezt a bannert. Egy nagy teljesítményű akkumulátorral van szerelve. Szép rend és fegyelem itt is egyébként, tisztaság.
és várunk vele a kis autónkkal, koncertóikkal együtt. 15. kerület, Szentmihályi út 90, tudjátok, M3 Autopark. Nagyon köszönöm, hogy megmutathattam ezt a kis filmünket és ezt az autókat is.